jelent az, hogy elég a lobbistákból? Ezt elsősorban arra értettem, amit utána kifejtettem, hogy a cigányság felelőtlen vezetői mindig eladták a roma ügyet a parlamenti pártoknak a lobbistáért. És arra utaltam, hogy ezért vált a roma társadalom a parlamenti politikai pártok martalékává, illetve áldozatává. Ennek kell nemet mondani, ami nem azt jelenti, hogy a hazai cigányság teljes mértékben el kell, hogy zárkózzon a parlamenti pártoktól. A tenni akaró, az ország építésében érdekelt pártokkal nyilvánvalóan meg kell tudni találni azokat a közös pontokat, amelyek elsősorban Magyarország érdekeit szolgálják. És meg vagyok győződve, hogy a mostani helyzetért, és most már nagyon sokszor mondom, elsősorban a parlamentben működő parlamenti pártok tehetnek. Ugyanis az elmúlt 20 évben nem fogalmazták meg azt, hogy hogyan kell a hazai cigányság érdekeit a megfelelő politikai és gazdasági keretek között megfogalmazni, projektekbe önteni, és azokat végrehajtani. De felelős, ahogy az előbb fogalmaztam, egy pár média is. Hagyja abba, innen üzenemnek, és kérem, hagyja abba a romellenes úszítást. Próbáljunk meg méltóság teljesen a tényeknek megfelelően kommunikálni, tényeket közölni. Nem mérjenek kettős mércével. Önök ezt nem engedhetik meg maguknak. Ártanak az országnak. Ártanak az ország társadalmi és külföldi megítélésének. Írják ki azt, hogy K. János B., ahogy most egyébként Pécs tekintetében tette ezt a rendőrség, fair és korrekt eljárás volt. Tegyék önök is ezt. Ne utaljanak az elkövető származására. Mert nincs kollektív bűnösség. Volt valamikor 1939 és 44 között, és több tízmillió ember lett az áldozata a kollektív bűnösség fogalmának. Ne éljük meg még egyszer azt a pusztító korszakot, ami pusztulást hozott nem csak Magyarországra, hanem egész Európára, az egész világra. Nem szeretném, ha ez a tendencia megismétlődne. És erről önök, médiák nagyon sokat tehetnek, hogy ez ne történjen. Teremtsék meg a békét. Segítsenek nekünk abban, hogy magyarok és cigányok, magyar állampolgárok tudjanak békében élni ebben az országban. Ahogy tettük ezt a rendszerváltás előtt. Hiszen akkor a cigányok magyarokkal együtt dolgoztak a mezőgazdasági szövetkezetekben. Volt béke, volt barátság. Ma már az egyes politikai érdekek mentén egyes médiumok szembeállítanak egymással családokat. Olyan mélyek az árkok, olyan mély az árok is a ketté szakadt ország tekintetében, amelynek betemetésében önöknek lehet szerep. A Nungodrom képviselői nagyon nagy számmal voltak itt, ahogy jelen voltak a szeptember 20-ai békemeneten is. Tehát én azt látom, hogy ma a cigányság látja azt, hogy nincs más út, mint az roma összefogás. Nem lehet ma, ahogy az előbb fogalmaztam önnek, nem lehet ma a cigányságnak, cigánysággal már elhitetni, hogy majd két hét múlva lesz kenyér az asztalon. Ma kell kenyér az asztalon, mert ma sír a gyerek azért, mert éhes. Ma eszik megint a cigány gyerek a rendszerváltás óta először vizes kenyeres vagy vizes cukros kenyeret vacsorára. Erre minden józanul gondolkodó cigánynak nemet kell mondania, még Farkas Lóriának is. És az, hogy az összefogás velük együtt vagy nélkülük, ez már megteremtődött. Ebből adódóan Farkas Lórián, ha tényleg a cigányságért akar dolgozni, akkor neki nem a Fidesz ernyője alatt, hanem itt van cigány emberként a helye. És ha a cigányságért tenni akar, akkor megkeres, vagy én keresem meg. És meg fogunk abban a minimumban egyezni, ami tényleg az összefogást és a roma társadalom érdekeit szolgálja. Én azt hiszem, hogy az ellenem folyó büntetőjárásoknak a végét meg kell várni. Én bízom benne, amit már a Magyar Nemzetnek, de a Hír TV-nek is elmondtam. Önök tudják, hogy az én szervezetemtől egy forint nem tűnt el, ennek ellenére önök sikasztásról, pénzzel, több tízmillió forintos pénzeltűnésről beszélnek. Az ügyészség azt nem mondtam, az ügyészség egy szóval sem mondta soha, hogy sikasztásról vagy pénzeltűnésről van szó. De egyébként egy másik esetben nagyon szívesen kibontom, akár a Magyar Nemzetnek, akár a Hír TV-nek, vagy bármely médiumnak, hogy ebben az ügyben valójában mi a reális, mi a valóság. De a bíróság ki fogja mondani, hibát követtem el, de vagy sem. És amikor kimondja a bíróság, és hogyha az én személyemre
tekintettel negatív döntést fog hozni, le fogom mondani megfelelő konzekvenciát, hiszen ha nem ezt tenném, nem lehetnék az országos szindróma vezető. Ha én rajtam múlik, és az országos választmánya az MCF roma összefogásnak jóváhagyja az előterjesztést, amely egyébként követelés formájában fogalmazódott meg ma közel 700 településen működő kisebbségi önkormányzattól, akkor önálló listát fogunk indítani, és meg fogunk tenni mindent azért, hogy a cigányság önálló képviseletet tudjunk megteremteni saját önmaga számára az Európai Unióban. Itt lenne az ideje. Itt lenne egyébként az ideje. És én úgy gondolom, hogy lesz ebben az országban 2-300 ezer roma és nem roma ember, aki esélyt ad saját, vagy lehetőséget ad saját önmagának, hogy az Európai Unióban ne csak a szélsőségek hangja kerüljön ki, hanem a cigányok szemtől szembe, aki ezt megvívják az Európai Unióban is látszókat. Ha az elmúlt 4 évet mérlegre tesszük az Európai Unió roma származású képviselők tekintetében, akkor nem sok eredményről beszélhetünk. De ez nem csak a roma képviselőkre, hanem a nem roma képviselőkre egyaránt értjük, azt látjuk ma, hogy az európai képviselőknek egy jó megélhetési forrás az Európai Unióban politizálni, rengeteg pénzt keresnek, és igazából a magyar társadalom, az ország összlakossága nem tudja őket számon kérni. Én bízom benne, hogy most mindegyik pártot június 7-én szavazatának leadásával egyben számon kérés is lesz.